A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban bemutatjuk Önöknek az egyik népszerű városi tánccsoportot, a Megadance-t. Aztán ellátogatunk a 150 éves tűzoltóság ünnepségére, de most mindenek előtt megmutatjuk, hogy milyen volt az idei böndörödő. Tartsanak velünk! Jubileumot ünnepelt a Maroshegyi Böndörödő. A hagyományos szüreti mulatságot 15. alkalommal rendezték meg szeptember 9-én szombaton a Gárdonyi Géza Művelődési Házban és környékén. Változatos, izgalmas, színpadi és szabadtéri programokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. A nagyszabású szüreti mulatság keretében nem bemutatkoztak a helyi művészcsoportok, emellett koncertek, népi játékok, lovaskocsikázás és sok egyéb vidám, tartalmas elfoglaltság színesítette a programot. Mindenhol nagy az érdeklődés, és ez is a célunk, hogy mindenki megtalálja a saját kis programját is, és egy közösségi élmény legyen ez itt a Maroshegyi Böndörödő, ami nagyon érdekes program, és a tavalyi évben is volt, és az idén sem hagytuk ki, ez a szőlőpréselés és a mustkóstolás, ami gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt érdekes. A legkisebbeknek a többi mellett a körhinta és a népi fajátékok jelentették a legérdekesebb elfoglaltságokat. Minden évben ki szoktunk jönni, nagyon szeretjük az ilyen szabadtéri rendezvényeket. Hát őt nagyon érdekli az összes ilyen, ezek a népművészeti fajátékok. Délután pedig a nagylányunkkal jövünk, amikor lesz mézengúzok gyerekkoncert, illetve lesz báb előadás. Úgyhogy alvás után visszajövünk még egyszer. Brájer Éva, a városrész önkormányzati képviselője, évről évre szívügyének tartja a Maroshegyi Böndörödőt, melyhez kapcsolódóan egy személyes történetet is megosztott velünk. Maroshegyen élő Gréti unokám, aki a ciszterci iskolának a tanulója, pont most iskola kezdésnél kapott az egyik tanártól egy kérdést, hogy hát mi nyilván az osztálytársaival egyetemben, hogy miről híres Székesfehérvár, és első helyen azt írta be, hogy a Böndörödőről. Hát kérem, ennyit jelent a városrésznek egy nagy közösségi rendezvénye. Igen, 15 éve rendezzük meg, az idei évben talán azért jelentősebb egy kicsit számomra, mert hogy a Harmatos Völgy városrész kinőtt a városrészünkből, és a Harmatos Völgy lakói, akik otthonukul választották Maroshegyet, nagyon remélem, hogy nagyon szép számban ők is ide becsatlakoztak, hiszen annak idején, amikor szinte első feladatomként gondoltam azt, hogy ezt a városrészi rendezvényt útjára indítjuk, akkor is azt gondoltam, amit ma is gondolok, hogy ide az ember ne csak fizikai értelemben érkezzen meg, és aztán távozzon el a munkájába, iskolába, óvodába, hanem hát lelkileg is élje át azt, hogy ő maroshegyi, és hát ebben ennek a rendezvénynek elévülhetetlen szerepe van, köszönhetően a Gárdonyi Géza Művelődési Ház kiváló szakembereinek. Talán akik voltak már itt, és ma is itt vannak velünk, látják, hogy mi nem egy giga mega rendezvényt szervezünk, hanem egy nagyon családiasat. Minden ezt mutatja. A pici méretű színpad, az óvodásaink, az iskolásaink fellépése, és hát mindig itt vannak velünk a Szent Kristóf ház lakói, akiket mi nagyon szeretünk, támogatunk is, és minden évben polgármester úrral el is látogatunk hozzájuk. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Böndörödőt Maroshegy ünnepének nevezte.
Maroshegy önmagában is óriási, hiszen egy közel 10 000-es városrész, hogyha külön város lenne, akkor a megye egyik legnagyobb városát jelenteni. Tehát önmagában fontos az itt élőknek adjunk közösségi program lehetőséget, de azért a Böndörödre máshonnan is érkeznek mindig, hiszen mindig színes és mindig nagyon színvonalas programok vannak itt a Gárdonyi előtt. A jubileumi 15. Maroshegyi Böndörödő tehát ismét kellemes kikapcsolódást és önfelett időtöltést kínált azoknak, akik kilátogattak a rendezvényre. Azok a kedves nézőink, akik nyomon követik az Együtt adásait, talán emlékeznek arra, hogy a nyári szünetünk előtt néhány adás erejéig már foglalkoztunk a Székesfehérvári Táncművészek Szövetségének tagjaival, illetve a táncosaival. Itt volt többek között Barta László, a szövetség elnöke nálunk, aki mesélt a szövetségről magáról, aztán ellátogatott hozzánk Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója, és megyünk tovább a sorozattal, akik tudunk, meghívunk ide, hogy minél szélesebb körben be tudjuk mutatni a fehérvári táncosokat, tánccsoportokat. Úgyhogy mi szeretettel köszöntöm a stúdióban Rovó Tamást, a Megadance táncosok vezetőjét. Köszöntöm és a nézőket, és köszönöm a lehetőséget. No, egy nagyon picit beszélünk magáról a szövetségről, hiszen ti is csatlakoztatok magához a szövetséghez, és aztán egy picit beszéljünk arról, hogy mégis mit lehet rólatok tudni. Most éppen szerintem szeptemberben nagyon sokan elindulnak tánccsoportokat keresni, úgyhogy kicsit mutassuk be magát a tánccsoportot. A helyzet az, hogy pontosan már nem emlékszem mikor, egy pár évvel ezelőtt a Laci megkeresett engem azzal, hogy létrehozná ezt a szövetséget, és engem felkért az egyik alelnöki pozícióra, amit én szívesen vállaltam, hiszen a szövetség létrejöttének az volt a célja, hogy a fehérvári amatőr táncegyütteseket tulajdonképpen összefogja, és egy kicsit az egymás rivalizálásán túllépve egy összefogás szülessen. Ezért én nagyon szívesen vállaltam, hiszen én is azt gondolom, és nekem az egyik fő célom a tánccal kapcsolatban az, hogy ne legyen ez az egymásra a mutogatás, az egymásra irigykedés. Én azt gondolom, hogy minden tánccsoport, ahol vannak tagok, az igazából elégedett lehet. Tehát én sose értettem a rivalizációt, egyébként a mai napig sem értem. Én nem is rivalizálok senkivel, mi nem járunk versenyekre, tehát mi nem is produkálunk úgymond olyan eredményeket, amiktől most nem tudom, verhetnék a mellkasunkat. Az én tánccsoportom igazából egy élvezetből táncoló csapat. Bárkinek van lehetősége, nincsen felvételi, nincsen különböző testalkati megkötés, vagy bármi előképzettség nem szükséges, hanem akinek van kedve, eljön hozzám és táncolhat. A lényeg az, hogy szeressen táncolni. Na most ez a szövetség, amikor megalakult, akkor én azt gondoltam, hogy hát ha tényleg ezáltal egy kicsit meg lehet oldani azt, hogy összefogjuk a helyi tánccsoportokat, és ugye azért tudni kell, hogy Fehérváron azt hiszem több mint 40 csapat működik, ami rendkívül sok, tehát még akkor is, hogyha nagyvárosról beszélünk, azért az nagyon sok. És az a helyzet, hogy így az évek múlásával egy picit sajnálatos módon azt látom, hogy nem igazán értük el a célunkat, tehát a mai napig is megmaradt egy kicsit az, hogy mindenki a saját csoportját gondolja a legjobbnak, ami szerintem nem jó. Én nem gondolom a saját csapatomról azt, hogy a legjobb a városban, én azt gondolom, hogy ez egy jó tánccsapat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy nem beszélni kell erről, hanem amikor valaki elmegy és megnéz egy fellépést, vagy eljön egy színházi gálaműsor, akkor le tudja szűrni, hogy ez milyen színvonalú, milyen minőségű és egyáltalán. Picit beszéljünk a múltról, de tényleg csak egy rövid néhány mondat erejéig, honnan indult ez az egész nálad? Hiszen hát már ez már nagyon régen volt, és ugye nem is itt indult Székesfehérváron. Igen, amikor az a kérdés elhangzik, akkor mindig azt érzem, hogy már megöregettem, mert hogyha belegondolok, pont most ugye ilyen beiratkozási időszakban vagyunk, és gondolkodtam, hogy mit is tegyek a plakátra, hiszen minden évben egy ilyen kicsit snassz, hogy ki van írva egy újra beiratkozás, és aztán az a fönt a szalag cím, hogy 27 éve megalapított tánccsoport. Én valamikor 19 éves koromban alapítottam ezt az együttest Győr városában, akkor ott dolgoztam a Győri Színházban, és hát a 27 az gombócból is sok, úgyhogy most nem sokára egyébként 2024-ben lesz a fehérvári csapat 15 éves, és 26-ban lesz 30 éve, hogy megalapítottam ezt a tánccsoportot.
és ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy vajon én hány éves vagyok. És akkor így ezen szoktam gondolkodni, hogy végül is ez úgy indult, hogy én nagyon kevés fizetéssel rendelkeztem a 19-es koromban, amikor leszerződtem a Győri Színházba, és ki akartam valami fizetéskiegészítést csinálni, és ugye mivel a táncos családból származom, ugye az édesapám is táncos, illetve tánccsoportot vezet, az öcsém is táncolt, ilyen pillanatban egyébként pont a Győri Nemzeti Színház tagja. Szóval megalapítottam a saját csapatomat, igazából egy nagyon erős bizonyítási vágy is volt emögött. Én mindig meg akartam felelni az édesapámnak, és a mai napig is ez egy, azt hiszem, hogy nehezen levetkőzött dolog az én életemben, bár azt hiszem, hogy nincs már különösebben mit bizonyítanom számára, de mégis úgy voltam vele, hogyha ő meg tudta ezt csinálni Pécsen, akkor én le tudnám ezt megcsinálni máshol. És akkor 96-ban 20 fővel indult ez az egész történet, és aztán évekkel később volt olyan időszak, amikor 150 tanítványom is volt, tehát minden nap tanítottam valahol. És aztán az életem sajnos úgy hozta, vagy nem is sajnos, hanem mindig azt mondják, hogy minden valamiért történik, hogy a győri életemet úgymond fölégettem, és eljöttem a színháztól. Egy ilyen magánéleti válság volt igazából a kiváltó oka, és aztán külföldre menekültem. Azt gondoltam, hogy akkor ott jobb lesz, aztán kiderült persze, hogy nem jobb, mert hiszen ha az ember menekül, attól semmi nem változik. És aztán haza is jöttem egy év után, mert nem volt jó egyáltalán ez a külföldi életforma. És akkor ide kerestek Fehérvárra táncosokat, és akkor jelentkeztem ebbe a színházba, és egy kétkörös castingon közel 300 jelentkező közül felvettek engem is a 6 fiú, 6 lány közé. És hát ami nagyon érdekes, hogy én azóta is a Vörösmarty Színház tagja vagyok, most kezdem a 15. évadomat, úgyhogy duplán jubilálok tulajdonképpen, hiszen 15 éve tanítok Fehérváron, és 15 éve vagyok a színház tagja, úgyhogy 2024. júniusában reményeim szerint lesz egy 15 éves gálaműsorunk, de tulajdonképpen ez igazából onnan indult, hogy én ugye ebben nőttem fel, és meg akartam csinálni a saját csapatomat. Hogy említetted a színházat, én azt gondolom, hogy ezért is jó a Megadance tánccsoportot választani, hiszen hát azért ott a lehetőség adott valamelyest azoknak, akik tehetségesebbek, hogy akár a színház színpadán is kikössenek. Jó példa erre akár a Fame, vagy bármelyik más akár egy színházi jelenet, vagy darab, amihez ugye koreográfus és hát tánc szükséges. Igen, ez hála Istennek, ez az az igazság, hogy ez Győrben is egy idő után működött. Ugye azért sok esetben van az, hogy a színházban kellenek plusz emberek és fiatalok. Azt az előbb elfejtettem kifejteni, hogy ugye 2009-ben itt volt egy 12 fős tánckar, ebből a tánckarból a mai nappal én vagyok az egyetlen tag ebben a színházban. Ennek egyetlen egy oka van, a tánctagozat megszűnt nálunk, és én valószínűsítem, hogy azért maradtam ennél a színháznál, mert ugye sok minden mást is csinálok, amellett, hogy táncolok. Tehát szoktam játszani szöveges szerepeket, kisebbeket nyilván. Asszisztenskedem és koreográfusként is dolgozom most már tényleg évek óta a színházban. Tehát valószínű ez az oka annak, hogy én még a mai napig is aktív tagja vagyok a színháznak, és nagyon szeretem egyébként ezt a társulatot, és bízom benne, hogy még amíg aktív vagyok, azt hiszem ezt talán egy olyan 5 évre tehető még. Legalábbis én azt gondolom, hogy mindenkinek fel kell tudni mérnie azt, hogy mikor van annak ideje, hogy lejöjjön a színpadról. Sosem értem azt, amikor olyan embereket látok még a színpadon, akik már nem lenne ott a helyük, csak hát ugye ehhez kell egy nagyon erős önkritika, és ugye azért ezt nehéz abba hagyni, illetve hát nagyon nehéz váltani. Én többek között egyébként ezért is vezetek tánccsoportot, hiszen az a jövő, hogy amikor már úgy nem leszek aktív, mint táncos, akkor a tanítás és a koreografálás veszi át valószínűleg az életemben a fő csapás irányt, és valóban a Vörösmarty Színházból most már idestóval szerintem egy hát minimum 10 éve dolgoznak meg a dances növendékek, jelen pillanatban futó előadásokban is, akár a Mágnás Miskáról beszélünk, akár a Beatles.hu-ról, és természetesen bizonyos szempontból a Megadance-ből egyenes út vezet a színházban, hiszen a vezetőség a legtöbb esetben, amikor szükség van táncos emberekre, akkor első körben engem kérdez meg, hiszen kit kérdezne, én ott vagyok helyben, és akkor én lehetőséget szoktam adni a gyerekeknek, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy másnak nem jut lehetőség. Amikor nyilvános a casting, mint a Fame esetében, az például egy országos casting volt, akkor az ugye ki van írva, és oda bárki jelentkezhet. Akkor, amikor belső casting van, és mondjuk meghívásos, akkor ugye a színház vezetősége hívja be az embereket,
illetve van olyan is, amikor esetlegesen felhívást teszünk közzé, hogy nem tudom én mennyi ember kell, és akkor castingok útján választjuk ki az embereket. Én egyébként az idei évtől, ezt már elmondtam a tavalyi szezon végén a gyerekeknek is, a Megadens részéről is megszüntetem az egyenes úton való bejutást a színházban, ami annyit jelent, hogy ha szükség van emberre, akkor egy belső castingot tartunk a Megadensen belül, és azt hiszem, hogy ezt egyébként már régebben meg kellett volna tennem, hiszen akkor vagyok igazságos, akkor adok mindenkinek lehetőséges, hogyha nem én választom ki azokat az embereket, akik eljöhetnek a castingra, hanem mindenkinek lehetőséget adok, és a színház vezetősége, vagy éppen az adott személyek mondják azt, hogy ő, meg ő, meg ő, és akkor közülük kerül kiválasztásra. Ennek egyébként a legfőbb oka az, hogy sajnálatos módon nagyon sok esetben a növendékeim egy idő után úgy értelmezték ezt a lehetőséget, hogy ez egy magától értetődő dolog. És ez azért nem így van. Tehát ezért meg kell dolgozni, és én mindig egyetlen egy fontos dolgot szoktam mondani a gyerekeknek. Két fontos kritérium van annak, hogy be lehessen jutni a színházba. Az egyik, hogy járni kell az egyesületbe az edzésekre. Azt gondolom, hogy ez teljesen normális. A másik pedig az, hogy aki elvállal egy színházi produkciót, annak mindent alá kell rendelni ennek a dolognak, és ott kell lenni a próbákon. És nem lehet mindenféle nagymama születésnapja és egyéb. Ez a táncos világ, illetve a színház világ, ez egy nehéz világ, és rendkívül sok lemondással jár. Az én életemben egyébként azt hiszem, hogy 27 éve nincsen családi születésnap, nincsen, nem tudom én, különböző helyekre nem tudok elmenni. Legutóbb például a gyermekeimnek az óvodás apák napi köszöntésén se tudtam ott lenni, mert előadásom volt, tehát ez sajnos ez így működik. És ami engem nagyon bánt sok esetben, hogy a növendékeim bizonyos része, ami után bejutott egy produkcióba, természetesen akkor megköszöntem, majd jött a következő, akkor már nem annyira köszöntem meg, majd jött a következő, és akkor meg már egyáltalán nem köszöntem meg senki a lehetőséget. Itt nem arról van szó, nem ajándékokról van szó, és nem arról van szó, hogy itt nagy nem tudom, mit kell csinálni, de azt gondolom, hogy az a minimum, hogy az ember oda megy, és azt mondja, hogy köszönöm szépen a lehetőséget. Hiszen azért ezt ne felejtsük el, hogy a színházban dolgozó diákok is pénzt kapnak azért, hogy ott vannak. Na most én azt gondolom, hogy aki például bekerül a színházba, az gyakorlatilag az egész éves tandíjának a sokszorosát tudja megkeresni a színházban, és hogyha nem nálam táncol, akkor nem biztos, hogy ez a lehetőség megadatik neki. És hogyha azt várom el ezektől az emberektől, hogy mondják azt legalább, hogy köszönöm, szerintem az teljesen normális. No, remélem, hogy lesz lehetőség köszönetet mondani azoknak, akik most csatlakoznak hozzátok, vagy azoknak, akik most kapnak majd újabb lehetőséget. Beszélgetésünkből néhány perc maradt. Azt mondjuk el most, hogy most van a beiratkozási időszak hozzád. Kiket vársz? Hogyan lehet beiratkozni? Milyennek a módja? És hát gondolom, hogy a létszám az nem meghatározott, úgyhogy szeretnék én is innen buzdítani mindenkit, hogy jelentkezzen. Igen, a helyzet az, hogy én azt vallom, hogy 6 éves kortól lehet hatékonyan foglalkozni gyerekekkel, úgyhogy én mindig, amikor felhívnak telefonon, akkor azt szoktam mondani, hogy 6 éves kortól lehet jelentkezni, felső korhatár nincs, hiszen szerintem amíg az ember képes arra, hogy mozogjon, addig bárki táncolt, én láttam nagyon sok ilyen 70 év fölötti táncos párt nagyon klasszul táncolni még mindig, szóval ez egy, azt hiszem, hogy alkati kérdés is, meg hát sok minden függvénye van nyilvánvalóan, úgyhogy bárkit nagyon szívesen látunk. Én azt az egyet szoktam javasolni, hogy el kell jönni megnézni és kipróbálni, hiszen az, amit én csinálok, az bizonyos mértékben speciális. Én az óra elején egy profi táncosokra kifejlesztett tréninget tartok, ami nem könnyű, viszont nagyon hatékony és nagyon hasznos, és aztán azon kívül táncokat tanulunk, legfőbb csapás irány nyilván a színház világa, a musicalek, de igazság szerint nálunk a hip-hoptól kezdve ilyen mindenféle, minden van. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy meghallgatok egy zenét, és amikor a zene inspirál, akkor arra csinálok valami táncot. Nem szoktam meghatározni, vagy viccesen csak azt szoktam mondani, hogy ez a Rogó Tamás stílus. Oké, mikor és hol vannak az edzések? Hétfőnként vagyunk a Szép Hő épületében, egyébként a színházon keresztül is bárki az elérhetőségemet megtudja, vagy esetleg rajtatok keresztül, de reményem szerint már a Megadens nem egy ismeretlen név Fehérváron, úgyhogy bízom benne, hogy amikor meghirdetjük, hogy tanfolyamon, akkor megtalálnak bennünket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, további sok sikert kívánunk nektek, és remélem, hogy hamarosan akkor a gálán is akár részt vehetünk, és majd tudósíthatunk róla. Bízom benne, és köszönöm én is a lehetőséget.
Tűzoltóautós felvonulással, koszorúzással, elismerések átadásával ünnepelték a 150 éves tűzoltókat a városban. Szabó Miklós Bence összeállítása következik. 9:10-kor a Szent Flórián körúti laktanyából indultak a tűzoltóautók a felvonulásra, a gyerekek nagy örömére. A Berényi úton ugyanis több óvodás csoport is végigkísérte az egyenruhásokat. Rendőröket meg tűzoltókat, mennek be a városba! Az ünnepi menet elsőként a Zicsiligethez vonult, itt koszorúzták meg Havranek József emléktábláját. A városkapitány nevéhez kötődik ugyanis a Fehérvári Önkéntes Tűzoltóság 1873-as megalapítása. A 150 éves évforduló tiszteletére a tűzoltók szirénázva vonultak tovább az egykori tűzoltó laktanya épületéhez. A Kempelen téren a Katasztrófa Védelem Központi Zenekara adott ünnepi télzenét az odaérkezőknek. A 150. évforduló tiszteletére a jelenlévők megkoszorúzták az egykori tűzoltó laktanya előtt álló Szent Flórián szobrot, majd egyházi áldás következett. Később a menet a városházára vonult, ahol ünnepi díszközgyűlést tartottak a Fehérvári Tűzoltóság másfél évszázaddal ezelőtti megalakulásának tiszteletére. A díszteremben Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója mutatta be a Fehérvári Tűzoltóság megalakulását, fejlődését, kezdve a török időktől, hiszen fennmaradt források szerint már 1688-ban is volt tűzrendészeti szabályozás Fehérváron. Ugyanakkor intézményesített tűzoltóságról 1873 óta beszélhetünk a városban. A Tűzoltó Egyesület első bevetésére a Felsővároson, az Öreghely Zálai utca tűzeset miért került sor 1873. augusztus 8-án, az Öreg utca egyébként ma Havranek József utca. A díszközgyűlésen a székesfehérvári tűzoltóság megbízott parancsnoka arról beszélt, bajtársai, mint ahogy azt elődeik is tették, nap mint nap tanúbizonságot tesznek szakmaiságukról és rátermettségükről, és ápolják a tűzoltó hagyományokat. A székesfehérvári tűzoltóság parancsnokság jelenleg 42 település mentő tűzvédelmét látta el, szoros együttműködés a 18 önkéntes tűzoltó egyesülete, két önkormányzati tűzoltó parancsnoksággal, és egy székesfehérvári székhűvédesítmény tűzoltósággal. Minden volt és jelenleg bajtársunk, büszke lett rá, hogy Székesfehérvár tűzoltóság tagja, részese lehetett történelmünk. Tűzoltóink magas szintű felkészültségének köszönhetően országos elismerést tettek szert. Később Sallai László, a Székesfehérvári Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetője az elmúlt másfél évszázad üzenetéről szólt ünnepi beszédében. Mi is a 150 éves tűzoltóság üzenete számunkra? Az összefogás, amelyen minden helyzetet át lehet hidalni. A bátorság, amely kellő szakmai tudással párosulva minden pusztító ellen felett győzelmet arat. Erő és akarat nélkül a megálmodott, kitűzött célok soha nem fognak megvalósulni. A díszközgyűlésen résztvevőket Cserpalkovics András is köszöntötte, megköszönve munkájukat. Beszédében hangsúlyozta, mindegy, hogy épp ki a fenntartója a tűzoltóságnak, mindig városi tűzoltókról beszélhetünk Fehérváron. A városoknak vannak tűzoltói. Nekünk közösen dolgunk az, hogy próbáljuk segíteni az örök munkáját, hiszen ők segítik, hogy ez a város békességben és nyugalomban tölthesse a mindennapjaikat. A díszközgyűlés végén elismeréseket és díjakat is átadtak. A Belügyminisztérium díszoklevelet adományozott a fehérvári tűzoltóknak, akik a Tűzoltó Szövetségtől is kaptak elismerést. Benke Dávid Dénes polgármesteri elismerő emlékérmet vehetett át, de egyebek mellett átadták az év tűzoltója és a legrégebb óta szolgálóknak járó elismeréseket is az ünnepségen. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.